Szeretettel köszöntöm a televízió nézőit. Benek Oppány vagyok, a Sokkoló Tények a Pszichiátriáról műsorsorozat sorozat műsor vezetője. Én már a negyedik interjút készítjük állandó vendégünkkel, Dobos Jánossal, aki az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány elnöke. Köszöntelek, János. Köszönöm szépen. Az előző témánk a jogtalan kényszerítések voltak, a mai pedig az igazságszolgáltatás manipulálása. Hiszen az ember ezt a két területet nem okvetlenül kapcsolná össze, miközben lehet az igazságszolgáltatásnak, amelyről ugye tudjuk, hogy ez a, a, a bíróságot jelenti, a rendőrséget jelenti, a, a, a börtönt jelenti. Tudott esetben. Még. Igen, a pszichiátriához, ami meg ugye egy gyógyászati szakmaként él a köztudatban. Nos, hát van átfedés, nem is véletlenül hoztuk szóba ezt a mai témát. Mert bizony ennek is van olyan vetülete, olyan vonatkozása, ami visszaélésekre ad lehetőséget, és erről fontos szót ejteni. Talán pont azért, mert jóval kevésbé kerül szóba, mint más hasonló jellegű sérelmek visszaélések. Manapság viszont egy olyan nagyon furcsa, majd, hogy nem azt mondhatnám, hogy alattomos jelenségnek vagyunk tanúi, hogy bizonyos körülmények között ki lehet bújni az igazságszolgáltatásnak a az eszközei alól, méghozzá nagyon sokszor éppen a pszichiátria segítségével. Ennek a, az alap elgondolását az jelenti, hogy, hogy belép a képbe egy olyan mérlegelés, amikor azt mondja valaki, hogy hát ez az ember nem volt tudatában annak, amit ő elkövetett, amikor ezt elkövette, tehát nem szándékosan tette, tehát nem volt tudatában, tehát akkor nem büntethetjük meg valamiért, amit ő nem is látja, nem is érti, hogy ő ezt hogyan csinálta. Onnantól kezdve, hogy van lehetőség arra, hogy nem, beszám, nem beszámítható elmeállapotra hivatkozva valakit felmentsenek a büntetés alól, már is belép egy olyan önkényesség az egész képbe, amelynek következtében, ugye, ha valakinek éppen nincsen kedve börtönbe vonulnia, de tud szerezni olyan szakvéleményt, amely azt mondja, hogy nem beszámítható, vagy nem volt beszámítható akkor, amikor. Ezt a bűncselekményt elkövette, és ugye ma már ezek a dolgok benne vannak az ezt a területet szabályozó törvényekben is. Tehát ez, ez, ez a lehetőség ugye már törvény által leílt, hogy, hogy lehet erre hivatkozni, és így gyakorlatilag el lehet kerülni azt az igazságszolgáltatást, amely egyébként ugye mindig, mindig is a következetes alapja volt az egész területnek.